Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Amitli ott vagyok, és egy újabb videóval üdvözöllek benneteket, ahol ugyanis lesz egy kis bejelenteni valóm, ugyanis úgy tűnik, hogy hétvégén lesz egy live, Halmis csatornáján, nem az enyémen, ami azt jelenti, hogy az Twitch-en lesz, nem YouTube-on, én mint vendégszereplő leszek ott, nem tudom hányan nézitek őt, hányan követitek és hányan tudtok róla. Meghívott volt, hogy csináljunk egy közös live-ot, ami annyiból fog állni, hogy én mint vendégszereplő leszek is, tehettek fel kérdéseket, beszélgethetünk, és a többi, a szokásos, megszokott módon szerintem, DDMT2 körein belül, és ezzel egyetemben eszembe jutott, hogy akkor egyúttal én is miért ne csinálhatnék egy kérdez-felelek videót, tehát akinek esetleg kérdése volt, van, lenne, az ez a videó alá felteheti, és amikor úgy látom, hogy összegyűlt egy annyi mennyiségű, amennyire már érdemes megcsinálni a videót, tehát nem egy-két kérdésre nyilván, hanem több, akkor megcsinálom, tehát hogyha bármilyen kérdésed volna, akkor megkérlek szépen ez a videó alá tedd fel, és akkor minden valószínűséggel meg fogom azt válaszolni nektek egy videó keretein belül. Bármilyen kérdés lehet. Visszatérve a sorsolásra, most így állunk jelen per pillanat, ennyi minden van meg, ami azt jelenti, hogy kicsit változtak a dolgok, mert eleinte úgy voltam vele, hogy egyenként fogok mindent kisorsolni, hogy egy cipő, egy karos, egy nyakas, viszont annyira nem tetszett utólag az ötlet, egyrészt mert el is lenne húzva a dolog, másrészt mert egyenként külön-külön annyit azért mégsem ír, és nem is lenne olyan igazán nagy segítség, hogy most kapsz egy 57-es CPU plusz 9-et, az cső, úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább setbe fogom ezeket adni, tehát lehet kapni egy set éppen Phoenix CPU-t, mennyei könyv karkötőt és mennyei könyv nyakláncot, mindegyik a toptos lesz, nyilván, és mindegyik, megássuk, hogy milyen optokkal, szerintem random optok lesznek benne, vagy legalább TP-t forgatok, megállassuk, igazából ezen még nem gondolkoztam, annyit tudtam egyelőre, hogy 5 optosak lesznek, még ezeket is ki kell optoljam, ugye fekete vasvért, feka ruha és 2 csatakar, de egyelőre, de majd ez is bővülni fog, ezek ugye külön lesznek kiosztva, lesz, van egyelőre 5 darab tolvajkesztyű, most nem tudom, hogy ez az 5. ez átadható, azt hiszem ez is igen, na mindegy, ez mindenképp ki lesz sorsolva, ez nem tudom, ez azt hiszem másféle, nem 2 órás, tehát van 4 2 órás és egy kérdőjeles, azt hiszem fél órás lenne, nem tudom, na mindegy, még úgyis szerzek, és hát igen, még egyelőre FHS-eket nem tudtam szerezni, hát is meg közben a másik karakterre, a nagy karakterre is közben ezt azt teszek, veszek rajta. Az igazság, hogy kicsit le vagyok maradva magamtól, mert a más metódusokkal is próbálkoztam pénzt szerezni, ami nem igazán jött össze, tehát nem gyűjtöttem annyit, mint amennyit szoktam máskor, és hát ez egy kicsit zavaró, tehát most mit csináljunk, sajnos ez van. Semmi probléma, ugyanis még van lehetőségem bőven ezen javítani, és remélem, hogy össze is jön. Na most ugye van egy ismerősem, aki a múltkori videóban is RVG Killer, ha jól emlékszem a neve, ha egy kicsit félre mondtam, sajnálom, bocsi, innen is, hogy mégis inkább, hogy a kisebbeket célozzuk, gondoltam, hogy ezekre a vértekre, meg az 50 valahányos cuccokra igazából egy 99 pluszos játékosnak nincs szüksége, és inkább jönnének kisebb játékosok, tehát így akik jelentkeztek, és akkor úgy voltunk vele, hogy csináltunk egy szintlimitet, ami azt jelenti, hogy most ez még változhat, de valami ilyesmit mondtunk, ha jól emlékszem, hogy 20-tól 60-ig vagy 50-ig, ma ugye nyilván csak azért valaki nem fog 20 szintet felszintelni, hogy részt vegyen ezen a nyereményjátékon. Igazából ez jó is, meg nem is, meg minden is, mert hát na, nem tudom, fairnek is tűnik, de mégsem, de valahol mégis megértem és igazat adok neki, és kéne legyen egy ilyen hogy is mondjam, limit, úgyhogy gondolkoztam egy olyan is, hogy lehet, hogy bevárom a következő, viszont hogy tudjak még plusz tölteni, és akkor még tudnék esetleg egy-két apróságot pluszban, mondjuk egy plusz king vértet mindenképp szeretnék, mondjuk egyelőre 2 van kilátásban, és még egy harmadik
logóba, és akkor legalább úgy lenne egy negyedik, de akkor legalább a pluszból, ami gyűlne, tudnék pár tárgyforgatót, meg ilyesmit, hogy a nagyoknak is legyen hasznuk belőle. Most igen, ezt most külön választani, hogy mit tudom én, legyen 20-tól 50-ig, 50-től 70-ig, stb. Ez egy kicsit körülményes és nehéz lenne. Gondolkoztam egy olyanon is, hogy mindenki, aki akar részt venni, az leírna a nevét és a level számát és a karakter nevét. Hát ugye, hogy beírna a karakter neve, mit tudom én, mikor jó level 75 vagy valami, és akkor az alapján könnyebb lenne nekem külön válogatni. Tehát végül is ez csak azért lenne jó, mert mindenki akkor a szintjéhez megmért, hogy mondjam, nyereményre lenne esélyes. Most őszintén egy kifullozott karakternek most egy szett mennyei könyvcucc lehet nem ér annyit, mint egy forgató, egy 6-7 forgató vagy valami. Tehát értitek, tehát nem veszi akkor a hasznát, viszont mit tudom én, egy vagy egy FMS. Mondjuk viszont egy kicsi kezdőnek egy FMS az lehet a minden a kezdőlöket, amit élvezetesebbé kezd lenni a játék, hogy nem kell azt is kikínlódja. Tehát értitek, úgyhogy szeretném mindig hatékonyabbá tenni a dolgot, hogy mindenkinek egyformán jusson, és hát végülis egyformán nem, de mindenkinek egyforma hasznosan jusson, hogy most pontosabbak legyünk, hogy ne legyen az, hogy egy valaki úgy megy el, hogy na, én kaptam az én karakteremre való nagy semmit, tehát amit nem is tudok használni, max kirakom üzletbe, olcsón is valaki elviszi, vagy pedig az legyen, hogy szintűt kap meg, mint valaki valamit, amit ugyanúgy nem tud még hasznosítani, vagy már hasznosítani. Tehát, hogy az így ne legyen meg, úgy gondoltam, hogy nem lenne egy rossz ötlet az, hogyha esetleg egy ilyen behoznak. Mondjuk még ezen gondolkozom, úgyhogy még szeretném bővíteni a kihúzott cuccok számát, és fogom is. Mondom, én most másféle pénz meg gyűjtésbe kezdtem bele, másokat szerettem volna, és raktam ki, és szerettem volna eladni, ami inkább maradt a nyakamon, vagy nem tudom, lehet, hogy pont most nincsen keletje azoknak a cuccoknak. Egyszerűen nem jött össze annyi lóvé, mennyit szerettem volna, de nem baj, mert ezt bepótoljuk, mert megfogom szépen a karcsuralmat is vissza az eredeti módszerhez, és akkor egyúttal jók leszünk. Na de, erről a témáról most már így ennyit. Haladunk lassacskán, ugye, nem tudom, azt hiszem két hetet mondtam, vagy nem tudom mikor oktam volt fel a videót. Most már fizik mindenképp bévárom, mert az még az nincs messze a 25-e, és lássuk, hogy akkor lehet már azon a hétvégén meg lesz a sorsolás, lássuk, hogy a hétvégén és jövő héten, hogy haladok a boltolással, ugyanis mivel mondtam, minél többet szeretnék, és még az FMS-ek sehol sincsenek, ugye, mert az is időigényes kijutni, nem mindig esik olyan jól, most például pont pekjen volt, nem nagyon akart esni, és átcsesztem rá körülbelül egy órát, és na, értitek. Nem, mint hogyha nem lehetne mondjuk egy két órát összeszedni egy FMS-nek az árát, tehát, hogy így borzasztóan nem hatékony, de hát nincs mit csinálni, ez van. Ugye Youngot is szeretnék kiosztani a kisebbeknek, sőt ez is az egyik az, amiért szeretném, hogy fel legyen osztva kasztokra. De még mondom, még meglássuk ezen az elméleten, csiszolok még egyet magamba és kitaláljuk, hogy legyen. Nem akarom senkinek se a kedvét elvenni, nem is akarom, hogy senki esetleg rosszabbul érezze miatt magát. Csupán szeretném igazságosan elosztani, tehát hogy minden részevő az olyan cuccok kerüljenek lehetőleg, amilyenből ha a legnagyobb haszna van, vagy esetleg a legnagyobb élezete, tehát értitek, most ne adjak én level 1-esnek egy 6-7 forgatót vagy optolót, és akkor egy level 99-esnek egy FMS-t, mert az úgy valahogy szerintem nem okés, mert a sorsolás célja az lenne, hogy a kezdőket segítsük, viszont a nagyokról se szeretnék elfeledkezni, és hogy nekik is legyen értelme benevezni. Viszont írjátok le, hogy esetleg milyen nyereményeket képzelnétek el így, ami segítene a nagyoknak. Nekem őszintén szóval leginkább a 6-7 forgató jut eszembe. Sajnos nem tudok duplákat adni, tehát ezt már mondtam, aki ezt írja le kommentbe, az értse meg, hogy én se elég kezdtem, és nincsenek dupláim, és nincs is annyi energia, hogy non-stop toljam a game-et, hogy legyenek dupláim egyelőre, tehát nekem is apránként lesznek. Nem mondom, hogy később nem lesznek sorsolva duplák, de most per pillanat még nem. Viszont, hogyha bármi egyéb van, azt szeretném, hogyha megosztanátok esetleg. Gondolkoztam ezen az energiatöredéken, hogy esetleg az szerintem hasznos lenne a nagyoknak,
hogy azokat is osztogatni széljelján, mit tudom én, 200-as, 400-as pakkokba, vagy fogalmam sincsen, ugyanis ugye a 90 pluszos tárgyhúzásokhoz kell, és ahogy én hallottam, eléggé szereti törni azokat, úgyhogy nem ártana, ha ezt esetleg egy ténylegesen 99 pluszos játékos ezt neki megerősíteni kommentben, hogy így van-e, és esetleg ilyen nyereményre van lehet, van-e igény, mondjam úgy, nem. És akkor majd elválik. De hát ugye remélem, hogy kommentben mindenki leírja. És akkor még egyszer mondom, a komment szekcióban, akinek kérdése van, az nyugodtan felteheti, és egy jövendőbeli videóban minden meg lesz válaszolva, és ha minden jó lesz, bár erről még szerintem én is ki fogok tolni egy nagyon rövid videót, egy ilyen, hogy is mondjam, értesítő videót. Elméletileg úgy van, hogy mintha jól emlékszem, vasárnap lesz, de még nem biztos, úgyhogy ugye nyilván nem tőlem függ, mert én csak vendég leszek, viszont aki esetleg ott akar lenni, akkor majd kitolok egy videót, és alája belinkelem a csatorna nevét, és mindent ugye ahogy kell, és akkor jöhettek és tumalhatunk. Meglássuk. Amúgy ez is egy, amit én most csinálok, ami igazából SD2-ben szokták csinálni, én most így hirtelen csak ide eljöttem, és még portot se csináltam magamnak, ami egy nagyon ügyes dolog. Ez a, úgymond, energiatöredékezés elég jó pénzbe megy amúgy. Ezt próbálgatom még mind a többek mellett, a többiek mellett. Most vissza is megyek mappe ide is, ami olyan, azt le is adom. Azt mondja, hogy könyv. Mondjuk ezt megtartom, ezt elolvasom, már ez nem kell. Igazából én most így random felszegedettem a dolgokat, de valójában csak az ilyen egy slottos dolgokat kéne felszedjem, ami tehát minél több legyen nálam, és lehetőleg 40 pluszos cuccok, már az segít a legtöbbet. Mármint az alatt nem tudod beváltani. És akkor tudok csinálni szilánkokat, és ezt ugye el lehet majd később adni. Na tehát, hogy így ez van most így felvetve, remélem, hogy még jön pár plusz ötlet, hogy esetleg mit lehetne, hogy a, mint mondtam, ilyen nyereményeket. És na, megássuk. Néztem ezt a húsvéti eventet. A jó nagy franc tudja, hogy mire valók ezek a tojások. Tehát én itt leadtam párat, és mind ilyen fackok jönnek belőle, hogy mit tudom én, támadás értéke 10 ponttal, meg ilyesmi, tehát hogy így a védelmi erődet. Komolyan mondom, olyanok, mint a halak, amiket megsütsz. Tehát valami olyasmi, hát mondjuk húszusi hal, szóval ugyanaz. Szóval furcsa, nekem nem értem, hogy miért van. Tehát raktam oda egy tojást is, öt tojást is, tíz tojást is, olyan is volt, hogy kaptam 200 dalt, mondom, basszus, ez mi. Tehát, hogy így nem tudom, hogy mire lenne való. Hoppá, itt egy metin. És ezt itt nem hagyom. Nem mindig nap kap az ember metint. Elég sokan ütik amúgy. És hamar le is megy. Úgyhogy ja. Haladgatunk a dolgokkal, mint láthattátok, ezek lesznek kisorsolva. Én úgy gondoltam amúgy, hogy legalább 4 szettet úgy csinálnék meg, hogy FMS is menjen mellé. Tehát ugye a kingvértek azok külön. Először gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy king és egy komplet szett, mit tudom én, karos, nyakas és cipő és king és egy FMS, de úgy voltam vele, akkor most megint túl sok, tehát akkor többi nyeremény nem ír annyit mellett, tehát nem olyan nagy segítség, úgyhogy voltam vele, hogy akkor azok lesznek külön. Tehát karos, nyakas és cipő és FMS, ez így lesz egybeadva. Az FMS azt mondja, meg kell szereznem nyilván. És akkor, ha úgy van, akkor még úgy is fogok csinálni pluszba ilyen elnézést. Ilyen karos, nyakas, füles kombót, vagy csak karos, nyakas, cipő, mit tudom én, hogy jön ki. Még ezt meglássuk. Na, nagyon jó. Könyvekkel tele vagyok. És itt van-e valami helyecske? Ez mondjuk nem kell, mert én lovat nem csinálok. De jó. És ezt felvesszük, és vennünk vissza mappére. Úgyhogy így. Ez az elméleti terv. Aztán meglássuk, hogy gyakorlatban ez hogy fog sikerülni. Sorsolás meg, megint szerintem, hát mondjuk most már, hogy ugye
tudom, hogy Magyarországon is sem lehet nagyon járkálni, és szerintem azt este fele fogjuk megállítani délután valamelyik nap, és akkor az mindenki otthon lesz, és az úgy jó. Amúgy tök random adja csak úgy a zéket, ezeket a töredékeket, tehát van, hogy nem ad semmit, van, hogy hármat ad, szóval valaki esetleg arra gondol, hogy fogja magát és ilyen csak ilyen csatakard meg minden bérak, akkor annak előre szólok, hogy tök random, tehát a legolcskább, legvacakabb tárgyat is bérakhassam, abból is jelent, mit tudom én. Lássatok, hogy most például nem jött semmi, de azt hiszem 1-től, 0-tól 15-ig jöhet bármi, és random adja, úgyhogy igen. Elég pipizzamunk, a több időt ad a, tart a leadása, mint a leltár megtöltése, de hát na, mit csináljunk, ez van. Igazából ezt egy 61-es karakterre SD2-ben lehet egy csodálatosan művelni, vagy esetleg akinek nincsen még 61-es karaktere és nem szeret, és nem tudja azt megcsinálni, esetleg nincs egy kingvértja, az se baj, elég ha SD2-be bemegy, és ott már is szerethet a főtről annyi cuccot magának, amennyit éppen jól esik, és jön és leadja, és pár száz darab ilyenből lazán összejön egy kingvért, úgyhogy nem értéktelen dolgokról beszélünk. Kicsit nehezen kell el, ahogy én vettem észre, de elég jó pénzbe kell el, úgyhogy kezdőként igen, elég jó pénzforrás. Lehet, hogyha én tudtam volna ezt időben és előre, akkor hamarabb nekiállok, de hát ugye kinek mi. Mondom, egy kicsit pipizom munka, hogy itt kell adogatni, mint a hülye gyerek lefele. Tehát már megjött RVG killer is. Tehát ez a helyzet. Jött a rendek. Basszus, mennyi van itt. De. Kíváncsi vagyok, mennyi jön ki. Ugye általában ilyen, mikor mennyit hoztam a számot, akkor 160 valamennyit, egy, tehát ilyen két ilyen full zéből így leltárból. Mondjuk killernek volt olyan, hogy 180, szóval és mondta, hogy volt több is, úgyhogy na mondom, nagyon szerencsétől függ és random. Most mondtam, kell ez. Ezt bele tudom rakni. De ahogy ez, ezt tudom utalni. Ha a specsélnek jelenik a legboldogabb ember a földön, mert annyi leltar helyem el van erre mérve, hogy minden kétszer van meg két helyem, mert ezért még olyan is van, hogy háromszor, mert nem engedi egy darakni, és nem értem, hogy miért, és ez olyan hülyeség. És csak én tudok ilyen helyen kiakadni, mert nekem a világ összes leltarra nem lenne elég. Tehát szerintem sokan vagyunk így. És nem szeretem a kontokra osztani, mert elfelejtem, hogy mi hol van, és akkor az rohadtul nem jó, mert akkor kell valami, és akkor keresgélek, és nem kapom, és akkor nekiállok, és megcsinálom, és akkor mit tudom, hogy gyűjtögetek, vagy veszek, és akkor egyszer csak belépek a másik karakterbe, és akkor ott lesz nálam egy rakás pont abból, ami kellett volna, és akkor csak mérgelődök, úgyhogy nem szeretnék 66 akontot használni. Jó. Nem szeretném eldobni, oda szeretném adni. Nem sikerült energiatöredéket. Nem volt benne energia. Nem volt energikus. Egy energiatöredék. Sajnos nem sikerült. Három energiatöredék. És ez most nem a legkihasználtabb, hogy mondjam, leltár volt, és így is összejött 135 darab, ami egy elég szép szám szerintem. Hát aki kezdő esetleg az ennek is neki kezdhet, ugye itt meg is mutatom a feltételeket, ez csak egy plusz, nektek egy kis plusz segítség. Tehát itt van. Minimum 35-ös cuccokat kell itt legyen, tehát mit tudom én, fekaloktoktól felfele akármi tudsz, amit dob, az jó. Minél többet hozol, annál jobb neked. Úgyhogy még egyszer mondom, tehát leírásba kérdéseket nyugodtan lehet felrakni, és akkor azokat a választ fogok kapni. Úgy tűnik, hogy hétvégén streambe leszek, és akkor ott fogunk dumálni, illetve akkor lassacskán egy live keretében meg fog történni a sorsolás is. Igyekezem, hogy minél többet legyek, tudjak összehozni a sorsolásra, és mondom, még egyszer ötleteket szívesen elfogadok, hogy miket sorsoljak még ki. Mindenesetre én köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!